úgy látom, és ezt mondhatnám, hogy egész életemben történészként is ezt kutattam, hogy erre akartam választatni, hogy tulajdonképpen az a tekintély, amit mi a szabadságharccal és a részvét során kivívtunk, ami meglepő módon még a Nyugat-Európában, Észak-Európában a 20. századig fönnmaradt, hogy az hogy vezett el, és hogy vezetett a trianoni békeszerződéshez. Nem csupán a döntés magához, a monarchia felosztásához, hanem az, hogy jó indulatnak nyoma sem volt a határok meghúzásában, tehát megkockáztatva, hogy az, hogy nem etnikai határok, hogy az meg sem közelítő határok születtek, ez a rokonszenv a presztízs elvesztésének írható nagyjából a számlájára. Na most ebben külön érdekes az, hogy a franciák, ahogy az oroszokkal Németország ellen ugye szövetkeztek már 1890-es évek elején, az angoloknak hagyományosan a közép-európai nagyhatalom az a hatalmi egyensúly szempontjából rendkívül fontos volt. 48-49-ben ezért nem támogatták Magyarország teljes önállóságát, de a kiegyezés gondolatát és gyakorlatát nagyon támogatták. Tehát ő, miután II. Vilmos német császár elkezdett flottát építeni, hogy a nagymamájával, országával, ugye II. Viktória, vagy Viktória királynőnek volt a unokája, tehát hogy vetélkedjen, és hát a gyarmati kérdésben a gyarmatokra is kivetette a szemét, sőt az iszlám országok egyfajta iszlám vallásúaknak a védnökének is nyilvánította magát, az angolok úgy döntöttek, hogy Németország ellenfél. Akkor még egy ajánlatot tettek az osztrák-magyar monarchiának, és azon belül a monarchiát liberalizáló és stabilizálónak tekintett magyaroknak, hogy nem az, hogy hagyják ott a német szövetséget, mert ugye tudjuk, hogy 1879-ben már a kettős szövetség megszületett, de hogy korlátozzák Németország ambícióit, fékezzék, és amikor ez nem sikerült, akkor ugye már létrejött előbb az angol-francia, majd a angol-orosz antant, tehát a gyarmati ellentéteket félretették, és ez még nem pecsételte meg a monarchia és az emberül Magyarország sorsát, hanem a háború. És ez egy külön téma, amiben nem mehetünk be, hogyha nincs az én tézisem, és ezt a könyvemben egy ilyen fantázia utolsó fejezetben ki is fejtem, ha Ferenc Ferdinánd nem hal meg Szarajevóban, akkor nem tör ki a világháború 14-ben, ha nincs világháború, akkor szerintem a következő években sem törvényszerű, és akkor nincs Trianon.